Kárpátokba megfújták a trombétát. Minden anya hazavárja a fiát, csak engemet nem vár haza az édes anyát. Kárpátokba lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak hegy aljára gyereki, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat, megtalálod síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísírhatod magadat. Az Úzvölgyében az első és a második világháborúban is súlyos harcok dúltak. Az első világháborúban több mint egy évig húzódott a front a magyaros tető környékén, több mint ezren lelték halálukat. A második világháborúban is több száz magyar katona életét követelték az itteni harcok. 1944. augusztusában Románia átállt a Szovjetunió oldalára, így óriási túlerővel kellett megküzdeniük a hazájukat védő magyar katonáknak. Vitéz Balta Mihály is itt harcolt, 20 évesen, aki szerint a felszerelés nem volt megfelelő. A karabélyé volt társékál. Az első világháborúban volt az a karabélyé társékálni, ahol 5 történet ment belé. Alig lehetett, egyet lőttünk, az orosznak hátplány a töltény volt, hogy kerektárba tessék elni. Neki nem annyi volt, mint nekünk 5, de neki alig tudtuk lőni vele, de nem igen használtuk. Milyen létszámmal jöttek az oroszok? Hát azt nem lehet tudni tessék elni. Hát azt nem vártuk meg, hogy de rengetegen voltak. Rengeteg sokan voltak, jöttek. Jöttek nem csak oroszok, jöttek románok is. Belik, ugye? Az első és a második világháború hősi halottjaira emlékeznek minden év augusztus 26-án az Úzvölgyében. Vitéz dr. Szőcs Dániel, aki maga is harcolt a második világháborúban az Úzvölgyében, arra hívta fel a figyelmet, hogy több százan adták a harcokban azt, ami a legdrágább, az életüket. Ezelőtt 20 esztendővel itten felállítottuk azt az emlékművet, akiknek a magyar honvédek emlékére állítottunk fel, akik 1944. augusztus 26. és szeptember 11 között adhatták, ami az embernek a legdrágább, az életüket. A megemlékezésen tábori szentmisén felszentelték a magyar honvédek tiszteletére felújított keresztet és az új zászlótartót is. Istenünk, szálljon áldásod az új emlékműre, hogy mindenkiben, aki rátekint részvétet, az elesettek iránt tiszteletet ébresszen. Azokat, akikre itt fájó szívvel gondolunk, fogad be az örök béke honába. Zaklatott és szomorú véget ért földi életük után, te légy számukra a megnyugvás, a boldogság és a véget nem érő élet. Az ünnepségen Lőrinc József idézett Vasalbert, Adjátok vissza a hegyeimet című művéből. Urak, akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet! Ne mondjátok, hogy keressek magamnak más helyet a világban, mert nincsen ennek a világnak helye, ami az enyém volna, ezen az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincs nekem azokban az országokban semmi keresnivalom. Ne mondjátok, hogy találok magamnak hegyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevadán, mert a más hegyei azok, nem az enyémek. Számomra nincsen szépségük, és nincsen békességük.
azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet! És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Mert milliók váltak földön futokká játékaitok során, és én csak egy vagyok a milliók közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet! Az első és a második világháborúban elhunyt magyar katonák tiszteletére koszorúztak bajtársak, veteránok, a csíkszeredai főkonzulátus, a Magyar Honvédelmi Minisztérium, illetve Hargita megye képviselői, egyesületek és hozzátartozók is. A csíkszentmártoni polgármester azt mondja, egyre többen segítenek abban, hogy az Úzvölgyében valódi haditemető jöjjön létre. Ez a végső nyughelye azoknak a katonáknak, akik messze szülőföldjüktől adták azt, ami a legdrágább mindenkinek az életüket. Tehát mindenkinek kijár, ha egyéb nem, akkor egy fejfa, egy keresztfa. Sokáig ez nem adódott meg. Most ezeknek a jó szándékú embereknek, ezeknek a civil egyesületeknek, kiemelten az Erdély Kutatócsoportnak a jóvoltából beindult egy folyamat, hogy minden sírt egy keresztfával jelöljünk meg, úgy, mint egykoron volt. Ezt a kezdeményezést támogatta a Magyar Honvédelmi Minisztérium, és ebben az évben már összességében, hiszen ez már tavaly megkezdődött, de már összességében több mint 400 kereszt került kihelyezésre, és hát tényleg most már kezd valós haditemető formája lenni. Tehát ez egy hosszú folyamat, hiszen 94-ben kezdődött ez meg, amikor elkészítettük azt a kőtömbös kopjafás emlékművet, amely elsősorban a II. Világháborúban itt harcolt és elesett honvédek emlékét készült. Utána a 10 éves emlék évfordulóra készítettünk az adakozásból egy székelykaput a bejárathoz, és én elérkezett az a pillanat, amikor keresztekkel is meg tudjuk jelölni a sírokat. És nyilvánvaló, hogy ez jövőben is fog folytatódni ez a projekt. Az Erdélyi Kutatócsoport egyesület birtokában 601 nevet tartalmazó lista van, ám lehet, ennél sokkal többen hunytak el itt a II. Világháború csatáiban. Hát az úzvölgyi temetővel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy ezelőtt évekkel, mikor ide egyesületünk, mint baráti társaság becsöppent, tehát ezt nevezzük 2006-nak, annak idején a meglévő kereszteket sajnos leverte a gyom, a tél, hidege, fagya, tönkretette. Ugye utoljára 1939 előtt volt kereszt állítva a honvédek sírjaira, amit azóta az idő vasfoga kikezdett, elpusztított. Akkor jött egy ötlet egyik tagtársunk részéről, hogy jó lenne, ha ezt a temetőt rehabilitálnánk. Akkor nem volt rá a lehetőségünk, mint baráti társaság, hogy ezt megcsinálhassuk, ezért léptünk egyet, létrejött az Erdély Kutatócsoport Egyesület. Akaratén belül támogatókat szereztünk, támogatásuk által lett azzá a temető, ami ma is látható. Milyen feladatokat vállalnak fel, és kikkel kell együttműködniük? Hát nekünk mindenféleképpen a mindenkori hatóságokkal, kormányokkal együtt kell munkálnunk, mert információ hiány van. Ugye a múlt időkben, fogalmazzak így, rengeteg olyan dokumentum ment tönkre, vagy kallódott el, ami ugye mérvadó lenne abból a szempontból, hogy hogyan, mikor és kiket tudnánk ugye név szerint felsorolni. Ezért kell nekünk közreműködni. Közre is fogunk működni, úgymond állami szervekkel, mint tanácsosokkal, tehát helyi szervekkel is, és az ők úgymond pártoskodásával mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Úzvölgyében visszakerüljön az úgymond fény,
ami egy honvéd temetőt vagy egy katonai temetőt megillet. Hévíz György szülötte Polyák Pál, aki a haza védelmében az úzvölgyi harcokban halt hősi halált hadnagyként 1944-ben. Családja mind a mai napig őrzi emlékét, amikor tehetik, részt vesznek az úzvölgyi megemlékezésen, tavaly koszorúztak és kopjafát is avattak. Polyák Pál 1917. január 14-én született itt Hévíz Györgyön ebbe a hajlékba. Édesapja Polyák János, édesanyja Sápi Mária gyermekeként. Az elemi iskoláit itt Hévíz Györgyön végezte, aminek itt van a bizonyítványa is, jelessel, kitűnően, ami után 1928-ba kezdte Aszonon az Petőfi Sándor Evangélikus Reál Gimnáziumba a tanulmányait, amit 1938-ba végzett, érettségizett jó eredménnyel. Annak is itt van a bizonyítványai, itt a tablóképük. A szülei nagyon büszkék voltak rá, mivel annak abban az időben nagyon kevés család tehette azt meg, hogy tanítatta a fiát. Tehát szorgalmas, önfeláldozó szülei voltak neki, és mindig is az Isten volt az erős váruk, a család pedig mindig is mellette, és mindig is összetartó család voltunk, és vagyunk is. Polyák Pál, Pali bácsi, számos helyen szolgált a keleti Kárpátokban a 40-es évek elején. 1940-ből kaptuk az első képeslapot, ami Kassáról jött. Úgyhogy innen tudjuk a katonai szolgálati idejét beazonosítani, de még ebbe az évben átkelült Nagybereznára, és onnan még munkásra vezényelték. Akkor 43-ban Előpatakra került, ugye az akkori Árkád vonal, vagy abba az évbe került képítésre, ott szolgált, vagy azt a védelmi zónát védték. Ő ugye a 26-os határvadászászlóhaj második lövész századába került, mint szakaszparancsnok, és akkor Előpatakról átvezényelték 44-be Sepsiszentgyörgyre, és onnan végezetül a Úzvölgyébe, ugye már közeledett, ugye a románok átálltak, és akkor ugye összeálltak a oroszokkal, és ugye a szorosokat elmondták nekik, hogy merre, hogy lehet bevenni, és akkor a Pali bácsékat oda a Úzvölgyébe vezényelték ki, ahol ott lövész árkokat ástak, és onnan várták az oroszokat, de ugye tudni lehet, hogy a oroszok 30-40 tankokkal jöttek, úgyhogy esélyünk se volt a védekezésre, nem jó volt a utóvédünk se, nem kaptunk támogatást hátulról, úgyhogy 26-án, 27-ére reggelre elesett az Úzvölgy, és Pali bácsi szeptember 1-ig bírta úgymond, mert akkor halt hősi halált, akkor már Úzvölgytől 15 kilométerre Csíkszentmárton felé, ahol a Aklos csárdánál kaphatott haslövést. Ezt is a kutatásunkból tudjuk, a hadtörténeti levéltárból kaptuk, hogy ott eshetett el, mert kutattunk, hogy ugye hol lehet eltemetve, és a Úzvölgyében nincs, sem a Csíkszentmártoni haditemetőben, és akkor a Illésfalvi Péter úr, a levéltárnak az igazgatója azt írta, hogy vagy jeltelen sírba a harcok folyamán, hogy septébe el tudták temetni, vagy még el se tudták temetni. Tetszik emlékezni arra, amikor meghozták a halálhírét Pali bácsinak? Nagyon rítam. Rítunk, szegény anyám is. Hoztak a halotti papírt. Ja Istenem, rég volt, de nem adott volna bennünket semmié se oda. A két unokat, engem meg a bátyámat. Még a bátyámat is ő vitte be a Hoffergyárba. Mert ott volt tisztviselő, a Pali bácsi, még bevitte oda azt is. Személyes holmiaival mi történhetett? Hazajutott-e önökhöz? Hát annyit tudtunk róla, hogy a Pali bácsi ugye hadnagy lett a két hónappal előtte halálának, a két hónappal ezelőtt nevezték ki hadnagyjá, és akkor volt egy legénye, egy kartali illetőségű
katona, és arra bízták, hogy küldje, vagy hozza haza a személyes dolgait, a katonakönyvétől kezdve a kitüntetését, mindenét, ruháit, ami még megmaradt, de sajnos hozzánk nem került a mai napig se. Önnek voltak saját kutatása is. Igen. Ugye ezek alapján derült ki, hogy Pali bácsi ugye már annó akkor, tehát 1944-ben, 45-ben posztumusz kapott egy elismerést. Mi volt ez az elismerés? Hát igen, ez a fölmentem a 26-os határvadász zászlóai oldalára is, akkor figyelmesen végigolvastam, és ott a végén volt egy pár katona sorolva, hogy posztumusz kitüntetésben részesültek, és a Pali bácsi is kapott egy díjat a herdi harcokban való szolgálatáért, ez a magyar koronást ezüstérem, hadiszallagon, kardokkal. És fölhívtam újra Illésvai Pétert, és megkérdeztem, hogy ez ugye a családnak gondolom, hogy járna, vagy a nagymamának, azért egy emlék lenne róla, és sajnos azt mondta, hogy ez már lehetetlenség, mert ugye ezeket a kitüntetéseket befagyasztották, ugye, hogy elbukott a front, elvesztettük a háborút, ugye jött a szovjet megszállás, úgyhogy ők meg nem, hogy kitüntették volna, hanem még el is felejtették volna velünk azt, ami történt. Polyák Pál posztumusz kitüntetést kap a napokban, a történelmi vitézi rend vitézi avatja. Pali bácsi leszármazottjait, így Tibolt és nővérét Annát is vitézi avatják. A hazaszeretet pedig, ami a legdrágábbat adta, az életét adta érte. És rövid élete adatott neki, de ez a rövid élet, amikor mi kint voltunk az Úszbölgybe, legelőször elnézést kérek, egy kicsit meghatódtam. De mikor meghallottuk a himnuszt, minden embernek a szíve egyszerre dobbant, és ez bennünket arra kötelez utódokat, hogy igenis ezt ápolni kell, tovább kell adnunk a gyermekeinknek, és büszkék lehetünk magyarságunkra, az őseinkre, és mi is büszkék vagyunk rá, és ezt ápoljuk, és fogjuk továbbadni, és megteszünk ezért mindent. Megtalálod síromat a kőszikla alatt, édesanyám, kisírhatod magad.